Idei évben 6 helyszínen rendeztük meg ezeket a regionális küldött gyűrést előkészítő értekezeteinket. Az előző évben csak 5 helyszínen voltunk, de úgy láttuk, hogy akkor az érdeklődés, hogy inkább nyitottunk és 6 kiváló tenyésztőt kerestünk fel. Mindig azt tűzzük ki célul, hogy közel kerüljünk a tenyésztőtagságunkhoz, hogy átbeszéljük az élet dolgait, megmutassuk az újdonságokat, illetve beszámoljunk a világnak éppen a tejpiacáról, tenyészetpiacáról, az egyes piaci mozgásokról, hiszen ezzel is tudjuk az információt részükre szolgáltatni, tenyésztőtagjaink részére szolgáltatni, és ebből tudnak ők esetlegesen hasznos ismereteket leszűrni. Igyekszünk mindig a szokásos egyesületi élettel kapcsolatos újdonságok, programok bemutatása, terveik ismertetése mellett érdekes előadókat meghívni, olyan előadókat, akik a tenyésztők részére új és hasznos információkat tudnak nyújtani. El kell mondani, hogy nem csak a régióból voltak itt, hanem Csaholcról, Hódmezővásárhelyről érkeztek kollégák annak érdekében, hogy megnézzék a tehenészetet, mit csinálunk, hogy csinálunk, mennyiben különbözünk tőlük. Én is meglepődtem, hogy nagyon sokan voltak, szinte a meghívottaknak egy 90%-a tudtommal eljött erre, és ami még érdekes, hogy a szakmai megbeszélés után a teleplátogatásra is nagyon sokan jöttek szakemberek. Nagyon érdekes volt az, hogy a palettában szerepelt óriás nagyüzem, ugye Komárom is 1000 tehén fölött fejnek, bármilyen sebességben is nagy létszámú állományokról és csúcstechnológiáról tudunk számot adni, hiszen robotfejést hallatnak éppen a háttérben, a tisztelt tagjaink éppen ezt figyelik, éppen ezt nézik. És ugyanakkor voltunk egy magángazdánál is, a Simekternél, ahol azért volt érdekes a látogatásunk, mert a világ egyik legrangosabb sajtversenyén termékeikkel, kézműves sajtjaikkal arany, illetve bronzérmet nyertek. A telepnek a bemutatása során végigvittük arra kíváncsiokat magát az állattartó létesítményeken. Végignéztük az elettő előkészítő istállókat, a termelő istállókat, növendékeket, borjakat, illetve betekintést nyertünk a fejésnek a munkafolyamatába. A mai rendezvényt sikeresnek értékelem. Az egyesületi beszámolók után egy jó hangulatú, kötetlen beszélgetéssel egybekötött teleplátogatáson vettek részt a kollégák, ahol nagyon sok szakmai kérdés fölmerült, és ezeket mind meg tudtuk tárgyalni ebben a változó piaci helyzetben, amiben a tejágazata jelen pillanatban dolgozik. Nagyon örülünk, hogy ennek a rendezvénynek a házigazdái lehettünk, és bármikor szívesen állunk az érdeklődő kollégák rendelkezésére.